Pünkösdölő. Változatos programok a könyvtárban. Átlagos termést ígér a cseresznye. 10 éve főigazgató Nagyné László Erzsébet. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. június 13-án 18 óra 5 perckor. A Táncsics út 17-es óvodában Kovásné Lacikó Júlia témával beszélgettünk arról, hogyan készültek a pünkösdölőre, amit 2 év után újra megtarthattak a szülők örömére. Április végén kezdték az előkészületeket a szokásos, színvonalas műsornak, hiszen néphagyományőrző óvoda révén a pünkösdről is megemlékeznek mindig a középső csoportosok. Április végén már elkezdtük az előkészületeket, pontosan a tavaszi szünet közbeesett, úgyhogy időben el kellett kezdeni, hogy csináljunk egy olyan színvonalas műsort, mint ami szokás már itt az óvodában, hiszen néphagyományőrző óvoda révén mi a pünkösdről is megemlékezünk, és mindig a középső csoportosok adják elő ezt a műsort. 25 gyermek jár ide a középső csoportba, 13 kislány, 12 kisfiú, most jelenleg 24 gyermekkel voltunk, egy 4 év körüli kisfiú is van köztünk, a többiek már 5 évesek. Nagyon ügyesek voltak a felkészülésnél is, nagyon hamar megtanulták, amit kellett, és igen, külön nagy öröm az volt, hogy a szülők bizony jelen lehettek, mert most az elmúlt 2 év azért nagyon viharvert volt mindenkinek. Csak online lehetett megmutatkozni, és ez egy újult erővel összeszedve minden bennünk lévő erőt, azt most úgy kiadtuk, úgy érzem, és én is úgy látom, hogy jól sikerült, megdicsértem nagyon a gyerekeket, úgyhogy ezután az ünneplés következik. Az óvoda pedagógus szerint a műsor jól sikerült, meg is dicsérte nagyon a gyerekeket, a szülők pedig tapssal jelezték ezt. A műsor után kötetlen játék következett. Ez is szokás itt ilyenkor, hogy a csoportok készülnek az ünnepség a bemutatott műsor után, meginvitáljuk a csoportok asztalaihoz, itt az udvaron lehetőség szerint, ha az időjárás engedi, kézműves foglalkozásokat lehet végezni a gyerekeknek, a vendégeknek, szülőknek, nagyszülőknek, édesapáknak, édesanyáknak, mindenkinek, aki jelen van, és ugyanúgy készülnek ők is egy kis eszemiszommal, van egy kis rágcsálnivaló, ihatnak, ehetnek, és közben játszhatnak is az udvaron még a gyerekek, ha az időjárás persze engedi. A műsorban Borús Katinka óvónő, Nagyné Molnár Mónika Barbara Dajka és Farkas Mária segítette Kovácsné Lacikó Júlia tíme a munkáját. Ebben a nevelési évben kaptam egy új kezdő kis kolléganőt, akinek ez az első nevelési éve, mint gyakorló óvodapedagógus, Borús Katinkának hívják. Ő kumadarasi születésű, vérében van az óvónőség, mert édesanyja szintén óvónő, úgyhogy ez már az első perctől kezdve megmutatkozott. Van egy nagyon kedves Dajka néném, Molnár Mónika Barbara, Nagyné Molnár Mónika Barbara, Dajka néni, és volt még egy segítőnk, aki mindig ott van a csoport életében, mindig ott van a segítőkeze, ő pedig Marcsika néni, ő is itt van foglalkoztatva az óvodában, Farkas Mária a teljes neve. A gyönyörű lánykaruhák egy részét pályázaton, másrészt a szomszédos T17 oviból kapták, a fiúk pedig hoztak maguknak. Ez is már ugye hagyomány itt az óvodában, hogy akár pályázati úton jutnak hozzá ilyen gyönyörű szép ruhákhoz, akár ha nincs elég, akkor segítőkezet kapunk mindig szomszéd óvodából. Jelenleg a szomszédos T17 oviból kaptunk egy kis segítséget, akik ruhával ellátták a lányokat. A fiúk pedig hozták maguknak, és itt a kislányi viselet az az, ami ugye külön dicséretet is érdemel, mert minél színesebb, annál szebb, és büszkén hordják, viselik, mert egészen másképp viselkedtek egy próbán, mint például most. Ugye egy kopogószipő és egy pörgőszoknya az a egekbe emeli a lányokat, és a fiúkat ugyanúgy az elegáns öltözet. A katicások jövőre nagy csoportosok lesznek, de addig sok feladat vár még rájuk. Szabó Péterné gyermekkönyvtárossal beszélgetünk a Csokonai Könyvtárban arról, mi mindent találhatnak meg nyáron a könyvtárban a gyerekek. Hamarosan véget ér az iskola, így a könyvtáros nagyon sok szeretettel várja azokat a gyermekeket is, akik az idén tanultak meg olvasni. Itt a nyár a nyakunkon, és éppen ezért nagyon sok szeretettel várom azokat, akik az idén tanultak meg olvasni elsősorban, hogy ne felejtsék el azt a sok mindent, amit ebben az évben tanultak. És hát egy nagyon szerencsés találkozás az, hogy ilyenkor egy kicsit lelassulunk, és talán a felnőttek is elmondhatják, hogy nyáron lesz idejük egy kicsit többet olvasni, és most az Erzsébet táborok megkerestek, úgyhogy
Az Erzsébet táborok az iskola bezárása után kezdődnek, 2 hétig tartanak, és majdnem minden iskola meg fog fordulni a könyvtárba, és hát innestől kezdve az én felelősségem is egy kicsit, hogy hány új beiratkozottunk lesz, és akkor azt a sok szép új könyvet, amit vásároltunk, remélem, hogy használni fogják nyáron. Vásároltunk új számítógépeket, illetve nem vásároltuk, hanem pályázatból nyertük őket, úgyhogy a gyerekkönyvtárban ismét a Covid óta most felszabadult a számítógépes rész is, úgyhogy 4 új géppel várjuk őket. A foglalkozásokon, a játékon és a drámajátékokon túl sok könyvtári ismeretet is át tud adni nyáron a gyerekeknek. Szabó Péterné, aki szerint a könyv, mint olyan, egyre kevesebb szerepet foglal el a gyerekek életében. A gyerekeknek 16 éves korig még mindig ingyenes a beiratkozás, csak a szülőnek kell egy beleegyező nyilatkozatot kitöltenie. De a foglalkozások alkalmával hát nagyon sokfajta kérdés van, tehát azért a játékos foglalkozáson túl és a drámajátékokon túl úgy hiszem, hogy nagyon sok könyvtári ismeretet is tudok adni ezekben az időkben. Van rá szükség is, mert azt hiszem, hogy a könyv mint olyan egyre kisebb szerepet foglal el a gyerekek életébe. A tankönyvön kívül nagyon kevés könyv van otthon, főleg úgy, hogy használjuk is, tehát, hogy egy tartalomjegyzéket használunk, hogy egy lényeget kiemelünk, hogy történeteket dolgozunk fel többféle megvilágításban, és erre mind alkalmasak lesznek ezek a foglalkozások. Egy-egy csoport 2 alkalommal is jön hozzám, tehát lesz mire építeni is. Aki nem vesz részt a táborokban, ők is nyugodtan jöhetnek kölcsönözni egész nyáron. A legkisebbek mindig szülővel és nagyszülővel, a nagyobbak már egyedül. Az elmúlt évek fagyos, zordabb tavaszai megtették a hatásukat, az elmúlt 2 évben 8000 tonna cseresznyét szüreteltek, pedig 2018-ban a 12000 tonnát is meghaladta a termés. Idén pedig a szakma szerint átlagos termés várható. Térségünkben a jég nem verte el a termést. A magyar termelőket idén megkímélték a fagyok, de a hidegebb tavaszi időjárás megtette hatását. Ebben az évben egy átlagos 10000 tonnás össztermésre van kilátás az országban. A legtöbben megnyugodhatnak, mert a virágzás során nem volt komoly fagy, de a 4-5 napos hideg időjárás alacsonyabb mély aktivitással járt. Május utolsó hetében 1000 forint körüli átlagárakkal indult a korai fajták értékesítése a nagybani piacokon. A fogyasztók június első napjaiban azonban már 2000 forintot meghaladó árakkal találkozhatnak a termelői piacokon. A népszerű, sokak által kedvelt Szedd Magad akcióban viszont már 5-600 forintért lehet szedni a cseresznye kilóját. A kiskert tulajdonosok 1000-1200 forintért kínálják a leszedett termést. A rázott, ipari gyümölcsöt pedig elég nyomott áron, mintegy 2-300 forintért árusítják a termelők. Az, hogy idén bőven érik a cseresznye, jól mutatja, hogy több cseresznyefa tulajdonos hirdet saját Szedd Magad akciókat. A cseresznye szezon egyébként jellemzően július első hetéig tart, és a főszezon június 7 és 20-a közé tehető. Megyénkben található az ország cseresznyés kertje nagykörűben. A cseresznye számára új kedvező talaj és éghajlati feltételek már a középkorban is megvoltak a Körői medencében. Nagy valószínűséggel állíthatjuk tehát, hogy a vegyesházi királyaink idején a monostor és a falu lakói több gyümölcsfajtával együtt termesztettek és fogyasztottak cseresznyét is. A török uralom alatt a rendszeres nagy közösségi munkát igénylő ártéri gazdálkodás sok hiányt szenvedett. Nem tudták maradéktalanul elvégezni a medencébe kibeáramló víz útjának karbantartását, így sok terület feliszapolódott. Növények termőhelyei váltak alkalmatlanná további termelésre. A hosszú kényszer távollét alatt megfogyatkozott a falu lakossága, elnéptelenedett, elpusztult a monostor is. 10 éve kezdte meg főigazgatóként a munkát Nagyné László Erzsébet a Kátai Gábor Kórházban. Az elmúlt évek alatt számos fejlesztésen ment keresztül a kórház. Mai vendégünk Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója, valamint a 3-as számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a televízió nézőket, nagy tisztelettel és szeretettel.
Ahogyan a Felkomban is említettem, a Kátai Gábor Kórháznak a főigazgatója, és a beszélgetés előtt volt szó róla, hogy a 10. évét kezdte meg főigazgatóként, amelyhez ezúton is gratulálunk. Köszönöm. Az elmúlt évek alatt számos fejlesztésen ment keresztül a kórház. Beszéljünk erről, hogy melyek voltak a legfontosabbak az elmúlt évek alatt. Hát talán nem is lehet így kiemelni, hogy melyik a legfontosabb, mert mindegyik fontos volt. Nem is tudom, hogy hol kezdjem. 2013-ban, amikor az intézményt átvettem, akkor folyamatban volt már egy rehabilitációs pályázat, amit sikeresen befejeztünk 2014-ben. Ez mindenki által, vagy sokak által ismert volt pszichiátriai épületnek, hát a háromnegyed része került felújításra, és ide költözött a mozgásszervi rehabilitációs osztály, és a pszichiátriai osztály is itt helyezkedik el. Egy nagyon szép felújított épület eszközbeszerzéssel. Ezt követően, illetve folyamatában voltak humán erőforrás fejlesztési pályázataink, volt a Kunhegyesi Intézetet kaptuk meg 2016-ban, és hát ez az intézet egy 50-es évekbeli épületben volt elhelyezve. Ennek két ütemben valósult meg, két különböző uniós pályázattal a felújítása. Egyrészt a fekvőbeteg rész újult meg először, majd a járóbeteg rész is, úgyhogy úgy gondolom, hogy a 21. századnak megfelelő komfortfokozatban tudjuk most már ellátni az ott ellátandó 32 ápoltunkat, és hát a szülészetnőgyógyászati szakrendelés is megfelelő körülmények között várja a betegeket. Most is folyamatban vannak pályázataink, tehát megújult ezzel egyidejűleg a járóbeteg szakrendelő része a karcai székhelyen, telephelyünkön, a főépületünkben, és hát nem is tudom, tehát most, hogy mennyi mindent lehetne sorolni. Én úgy gondolom, hogy a lakosság által nagyon-nagyon kihasznált és nagyon-nagyon szükséges volt, hogy 2018 márciusában beindítottuk a közforgalmú gyógyszertárunkat, tehát ez is egy meglévő ingatlan részben került kialakításra. Én úgy gondolom, hogy a betegforgalom szempontjából nagyon hasznos, hogy a járó beteg részről távozók azonnal hozzájuthatnak a szakorvosok által felírt gyógyszereikhez. Nagyon sok fejlődésen és fejlesztésen mentünk keresztül. Az utóbbi két évben meghatározó volt a COVID járványhoz kapcsolódó fejlesztés. Ebben a magyar kormánynak nagyon nagy segítsége volt. Úgy gondolom, mindenfajta eszközt, ami a betegellátáshoz szükséges, nyilván nem egyszerre és nem azonnal, hiszen senki nem volt felkészülve erre a járványra azért 2020 elején, de mindenfajta támogatást megkaptunk ahhoz, hogy a betegellátásra kijelölt ágyainkon fekvő betegeket a megfelelő gyógyszerekkel, eszközökkel tudjuk ellátni. A következő kérdés pontosan erre irányul, hogy ugye az elmúlt másfél év meghatározó, hogy a koronavírus világjárvány volt. Mennyiben változtatta meg a kórház életét, és itt a dolgozókra is fókuszáljunk, hiszen szokták mondani, van a COVID előtti élet és a COVID utáni élet. Igen. Most azt kell mondjam, a COVID utáni élet már nem olyan lesz, mint a COVID előtti. Nagyon nehéz visszatérnünk a régi kerékvágásba. Nyilván ez olyan, mint a történelem, hogy egy magasabb szinten ismétli önmagát, de nagyon megviselte a kollégáinkat. Sajnos dolgozóink között is volt elhunyt, de nagyon sok volt az elhalálozás, viszonylag országos mértékben nem, itt a Kátai Gábor Kórházban, de teljesen más betegellátást igényelt ez a pandémia, teljesen más hozzáállást, struktúrában át kellett alakítanunk. Konkrétan 2020. március 15-e ünnepnapon, ami éppen vasárnapra esett, egy teljes belső ágy számátalakítás történt az intézményben. Úgy dolgoztak a műszakos kollégák, mint az ápolóink, a takarítóink, mindenki, hogy megfelelően elkülönítve tudjuk ellátni a fertőzött betegeket, hiszen az első
pillanattól kijelölt COVID-beteg ellátásra kijelölt intézmény volt a Kártai Gábor Kórház, és az ma is. Az ágyszámok az elmúlt másfél év alatt egészen a közel 200-ról, most már csökkenőben vannak 50-es ágyszámig, de teljesen mást, tehát a dolgozóknak teljesen át kellett alakítani, különböző képzések voltak ezzel kapcsolatban. A legelején a védőeszközöknek a használata, tehát volt Karcagon annó fertőző osztály, ami ugye, meg tudom mondani, de jó pár évtizeden megszűnt, de ez nem, ez attól is magasabb szinten kívánta meg a hozzáállást, a hivatástudatot, a munkaszeretetét, és hát most volt egy alapítványi jótékonysági estünk ott a Kátai Medizong kórus egy ilyen kis etapban elő is adta egy 20 perces etapban, hogy mikor, mire gondoltak, és tisztelen becsülöm az összes kollégát, aki ebben az időszakban helyt állt, és ott volt, és nem adta fel, és mindig a betegellátás volt az elsődleges számukra, és nagyon köszönöm mindenkinek a munkáját. Melyek a kórház életében a távlati elérendő célok, kitűzött célok? A cél nélkül nincs élet, azt mondják. Vannak még felújítandó részeink, nagyon sokat segít ebben az alapítvány, és nyilván az uniós pályázatokkal, illetve a hazai támogatások is, a kormányzati támogatások is segítségünkre vannak. A felújítandó ingatlan rész, a patológiai rész, úgy gondolom, hogy az, amire még nem volt így pályázati lehetőségünk, illetve a gazdasági rész az első emeleten, és hát nagyon fontos, nyilván elsődleges, talán ezt kellett volna elsődlegesen említenem, a humán erőforrás, a szakorvosok, orvosok és a szakápolók, ápolók létszámának a biztosítása a megfelelő betegellátáshoz. Ehhez támogatjuk folyamatosan a Varró István iskolában, a középiskolában az egészségügyi képzést, de mindent megpróbálunk annak érdekében megtenni, hogy a orvosi létszám is biztosított legyen, ami valljuk be őszintén, hogy igen hiányos, akár országosan, akár nálunk is az intézményben. Vannak olyan területek, amelyeken gondot okoz egy-egy szakrendelésnek a megtartása is esetenként. Ilyen esetben nyilván kérjük a Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet, mint megyei irányító szerv segítségét, de hát ez a betegek komfortérzetét nyilván nem javítja, hiszen utazással egybekötve tudják igénybe venni adott esetekben időszakosan ezeket a szakrendeléseket. Ezúton is elnézést kérünk, de gondolom mindannyian megértik, majd jön most a nyári időszak, hogy a szakorvosainknak is szükség van arra az egy-egy hetes pihenésre, amikor a családjaikkal lehetnek ők is. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Nagyon szépen köszönöm a meghívást még egyszer. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!